Sziasztok! Szervusz, Christian! Vagy nem? Szia, Charlie! Szevasz, <laughs> 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 Christian, szia, fifika! És akkor mi történt, Christian? <laughs> mm. Jó, köszönjük szépen Krisztián Gondoltuk, okay. de majd adás közben Úgyis be fogsz szólogatni <laughs> Jaj Lefagy a tököm, fáj a fejem Úgyhogy rövid adás legyen Csapassuk, mert lent vár a Báigli Milyen Báigli? Diós Báigli Mi az, hogy Báigli? Mi az, hogy Báigli? <laughs> Én kérek elnézést. Jaj. Kicsim kicsim korai élet. Még. Hát uh, annyira nem korai, mert uh, nem tudok máskor. Tudod, mondtam neked, hogy most már csak éjszaka vagyok, leszek, úgyhogy uh, hát uh, és közben jöttek egyéb uh, váratlan dolgok is, amit így adásban nem szeretnék mondani, de de ezer ezer a probléma, úgyhogy de, hidd el, ez éppen most időben van. Ah, mi is történt -e veled valami említésre méltó, Csárli? Hát azon kívül nem, Fifika, semmi az ég egyatta, de büdös világon. Na akkor én mondok néked egyet. Tudod mit vettem észre? De te is ebbe a, a sorba tartozó egyébként. Mindenki szarul írja ki a profilképére a germánium oxid képletét bazd meg. Nem lehet... E <laughs> Nem jó, nem jó. Hát Geo 2, bazd meg. Mi az, hogy O egy G? Hát nem lehet. Hát az oxigénnek két atomos kötése van, bazd meg. Hátul kell, hogy legyen. A germániumnak pedig GE a vegyele. Nem. Hát Geo 2. Nem értem. Az, Komod, az mindenki, az, mindenki az, hülye. Az az Orbán is genius. É, én ezt láttam ma egyébként, úgyhogy zseniál volt. Ja. Nem tudom, nem néztem ma a híradót, nem. pedig elvileg nem. ma beolvasták volna, vagyis ma átadták az öt pontos beolvasnivalóta a nem tudom, Momentumosok vagy valaki a a székházban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy beolvasódott-e vagy sem, mert csak azt mondták, hogy átvettük, átvettük. Oké, hát ez figyelj, az adásunk után, illetve a podcastünk után ki fog derülni. Én hétfőn jöttem haza, <coughs> nagy tisztelettel mondom, Medveföldről, és szombaton volt egy brutálisan jól sikerült céges buli, tehát így, Szombatról vasárnapra véradó éjszaka inkább így, nem, szombat délutánról vasárnapra véradó éjszaka. Innen is üdvözlök mindenkit, akinek még esetleg fája feje vagy egyéb macskajai kínozza. Én a részemről, aki egyébként konkrétan alkoholt, azt nagyjából ilyen kettő decit tudok meginni egész évben. Tehát ezt és ilyen kettő és három centes poharacskák. Te mit csinálsz, baszki, mert, mert olyan borzasztóan játszod a haldokló dartvader hattyúdalát. Dartvader? Ez valami. Dartvader. Hát erre Igen. majd külön kitérünk. Dartvader. Vader. Akkor a dart vödör. Most jól mondta? Ja, az így szegedies oké. Okay. Tehát a véder dalát fújdogász valamit, vagy? Igen, igen, most, szipákok, most tanulok bár, bármit a a Bármit is a háttérben. Na mondjad már. Hát semmit, csak el vagyok képedve, hogy, hogy ilyen ordinári módon De biztos, be, hogy, biztos hogy nem azt hallod el. egyébként, mert ugye átmegy a, átmegy a, a, a filteren, és tökéletesen nulla a grafikonom, amikor én ö, szívom. Tehát valami mást hallasz az éterből, de próbáljunk ezen túl lendülni. Na hát ez hihetetlen. És egyébként... Tehát nem, nem fogja elhinni, hogy hallom amúgy. Tehát valószínűleg. Most is hallottad? Én... Most is hallottad. Igen, hallott? igen hát Tudod, igen. mi a szép, hogy nem is szívtam. Na, azért mondom, hogy valami mást hallasz, próbáljunk ezen lendülni kedves Ficsor úr aki szerintem úgy meghajlítottad ott medvelenben a teret és az időt. A téridő, <laughs> varja varja mert a téridő görbület az, az, olyan szinten jelen volt hajnali 5 órakor érted, hogy az egyik kollégánkat betettük a szobába, és fél hétkor fölhívott minket, mint egy 60 kilométerre a buli helyszínétől, hogy ő most otthon van, és hogy került oda? Hát <laughs> érted. Elvitték az ufók, vagy én nem, nem tudom. És kocsi nem hiányzott a parkolóból, stb. 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 Szóval ez egy picit ilyen rejtésszámba megy most, de na, szóval történtek érdekes dolgok. Jó volt Bocsánat, a lehet, hogy Pataki Attila vitte el. Én is, én is erre tippelek egyébként. De, de óriási uh, buli volt, meg jó sztorik uh, voltak. És hát uh, posztoltam egy pár képet, ez Hargita fürdőn uh, volt, ilyen 1400 méter magasságban lehettünk. Brutális mennyiségű hó. Tehát jöttem haza, uh, képzeld el, hogy uh, Aradon-Temesváron ilyen 40 centi hózuhant le így egyik. Uh, délután, úgyhogy iskola bezár érted, nem kellett menni a gyerekeknek két napig iskolába. Itt vízszintesen esett a hó, bakker, fú, nagyon durva időjárási körülmények között jöttem, és aztán láttam, hogy azért itthon is uh, kaptunk elég rendesen a, a hóból. Úgyhogy uh, kiskertem és a, és a csíkszeredai vendéglő uh, között nincs olyan nagy különbség, tehát mind a kettő ilyen nagyjából 20 centi fehér lepelben van takarózva. És uh, itt is most kurva hideg van. Tehát uh, csikba már hozzászoktam ez a mínusz 17-hez, de úgy látszik, hogy itthon is uh, edzeni kell már. Uh, brutálisan hideg van. Igen, tehát most már én is úgy vagyok, hogy van nekem, tudod, nekem nagyon rossz a vérkeringése már évek óta, kézláb, orr, a lakásban is bármikor ki tudok hűlni, de most már fixen kesztyűben kell vezetnem, olyan urasan, úgyhogy ez a borzasztó drága 90 forintos dekatlonos kesztyű, tudod, ez a vékony, mint egy ilyen alá öltözet kesztyű olyannal vezetek, mert egyébként lefagy az ember keze végtagjai a kocsiban, és hát el kellett raknom a sportcipőt is, és, és a téliesített uh, csukámat előkapni, mert ugye volt itt már hólapátolás, meg is maradt, ez a, ez a mínusz 4, mínusz 6, mínusz 7 fok, ez így permanens így a, az én viszonylatomban, ahogy uh, járok be dolgozni. Na mindegy, ilyen is kell dögöljenek a szúnyog lárvák, Fifika, azt mondom, Uh, muszáj, muszáj, egyébként, tehát a, a, háncsalat, a hány telelő férgeknek kell ez a hideg, hogy gyérüljön az állomány. Úgyhogy innen is, innen, is, innen is, a fűtött szobából is üdvözöljük őket. Didderegjetek még egy kicsit, de azért egy ilyen mínusz 17 az sokkal, de sokkal jobb lenne. A klímaváltozást meg képzeld el, úgy mértem le, hogy beszélgettem ott csikiekkel, és mondták, hogy hát képzeljem már el, hát, hát ilyet, hát beért a szőlőcsikba. Hát ők ezt eddig, hát ők ezt eddig dísznövénynek tartották, érted? <laughs> Úgyhogy, de azért nyáron még mindig jobb a klíma, illetve egész úton ezen gondolkoztam, hogy hogy Bakker, mikorra szervezzük a, a kijövetelt, hogy már ne legyen hó? Mert azért ez egy eléggé uh, hangsúlyos kérdés lesz. Amúgy idefelé nyári gumival jöttem még, tehát volt egy három hetem itthon, és mielőtt eljöttem uh, haza, akkor mondták, hogy á. Nem kell még a téli gumé. Á, és, és tudod, mire visszajöttem, csak csikba havazott. Tehát olyan volt érted bemenni, mikor men mentem oda, mint amikor így mordorba mész be. Tehát így köd, sötétség, hókörbe, nagyon durva, nagyon durva. <hállt> Na de mindegy, most újra itthon egy darabig, aztán január elején megint tűzök vissza második otthonomba. Közben volt egy, volt, amíg kim voltam, és erről nem beszéltem neked, volt egy Románia száz éves évfordulója. Érted? De, beszéltünk így, róla. Beszéltünk róla? Parker. Hát, hogy annyira, A... nem, annyira nem ünnepelték ezt ott Erdélyben. Hát igen, ezt így viszont annyira kis pedánsak voltak valamelyik falunak a fölvonulását láttam, hogy így mentek ilyen terepszínű beöltözött katonautánzatok mit tudom én, húsz darab és utána jött a három darab új kukáskocsi a falunak szépen román zászló kirakva és a végét a, a, az újrafestett markoló zárta a fölvonulásnak szóval ezzel a, ezzel a, száz évvel ők nagy, nagyon el vannak, érted? Mi meg ezzel az ezer százzal, de hát kavics, tud. náluk ez a két harmad. Tehát én értem ezt a matekot, mert itt vagyok, tehát abszolút. Komolyan. Na, Mit szólnál Igen, ezt akartam éppen volna, hogy belecsapnánk a lecsóba, leforgatnánk az idei utolsó adásunkat, és átbeszélnénk kicsit, hogy uh, mi történt velünk az évben, meg ugye egyébként. Mit, mit, mit tojt a Nyuszi a vépereknek ebben az évben? Igen. Mert induljunk De el onnan, vagyok. ugye, hogy, hogy tavaly. Baj, hát bocsánat, idén ugye az elején uh, ketten voltatok, mert mújóval voltatok, aztán én visszajöttem, és mújó tiplizett, és azóta ketten toljuk az ipart, és hát próbáltuk Krisztiánt utolérni, hogy bokros teendői között van-e ideje egy évzáró beszélgetésre, de, de passzolnia kellett sajnos, mert évzáró bulikába megy leajasodni, és nekünk meg a, a többi nap nem jó már, mert hát úgy képzeld el, hogy a kollégáim jönnek oda, hogy teg, hát ugye, tegnap is éjszakás voltam, és halló csúszik az adás. Mondom, kicsi fiú, milyen adás? Hát a podcast. Mondom, dik, te hallgatod? <laughs> te hallgatod? Ha, azt mondja, igen, és már várná az ehetit. Mondom, kicsi fiú, milyen nap van? Tényleg? Na, hát mondom, vigyázzál, a biológiai biológiai órán be van állva az adásvágáshoz, hát ne viccejéból velem. Szépen ülj le a gép elé, holnap után meghallgathatod. Ja, jó, jó, oké, oké. De úgyhogy teszem hozzá, nem elektromos cigizik, nem dohányzik, semmit nem csinál, csak jó hallgatni, amiket beszélgetünk, úgyhogy innen is üdvözöljük uh, Zé Zoltán kollégámat, aki egyébként a televízió felügyeleten dolgozik. De szépen ez, ez, ez egyébként érdekes, mert én is hallgatok olyan podcastet, amihez semmi közem nincsen, jó, csak tudod, mi egy tényleg olyan szegmens vagyunk, hogy nehéz ö, megtalálni azt. Egyébként ugye mondtam neked, hogy egyre több kollégám, és tényleg egyre több kollégám elcigizik, és ö, az épület előtt is ugye jól megfigyelhető a dolog, a városban is egyre jobban megfigyelhető, úgyhogy nem kell nekem itt izéni hitet téríteni, megcsinálják ők maguknak. Csak a podcastról nem tudnak. Még. Nem mindegyik. Ja, szóval ketten toljuk Krisztián nélkül, de a véleményünk az attól függetlenül kitart, és mivel vannak patronjaink, vagy Patreon, vagy Patreon, ki hogy szeretné, ezért tudjuk minden héten elhozni a többiek fülébe is a kontentet. Ezt most vastagítva, aláhúzva, töltbetűvel, H3-mal, mindennel anyám kín, sőt, legyen H2. H2-vel kiemelve, annyit hozzátennék a kis monológothoz, hogy Krisztiánt azért mi még folyamatosan várjuk vissza, mert hogy ugye Krisztián a két lábon járó ECG törvénykönyv és összes kiegészítése, és nagyon hiányoznak nekem is egyébként a, azok a, a, szakmai útmutatások, amiket ő fejből vág, és amit nekem fél napig tart kibogarászni a, a netről, de ennek ellenére még mindig várunk olyan embereket, akik késztetést éreznek arra, hogy mondjuk velünk esetleg diskurzusban vegyenek részt, és jó beszélőkéjük van, érdekli őket a, a téma, és úgy érzik, hogy a kis csapatunk szerves részévé tudnának válni. Hú, szépen mondtam, nem? É, is. Egyébként is. én ezügyben tettem lépéseket mert hogy bejött a csoportunkba, és megütötte nekem a szemem egy mókus. Hívjuk mókusnak, de hívhatjuk figurának, mókus. Arc, arcnak, bárminek. Jó, legyen mókus. Bejött egy mókus, és olyan ismerős volt nekem. De nekem úgy ismerősek, tudod, azért. A névmemóriám nem jó, arcmemóriám azért az jó, és mondom, valahol én már láttam ezt a csókát, megnéztem az adatlapját, és hamburger kézművesség, és anyám kinyi, és akkor ugrott be, hogy én ezt láttam az RTL-en a fördős zének a, tudod, ilyen street kitchen nevezetű műsorában, és ott is ilyen... Igen, igen, igen. Na, igen és igen, ő igen. is ecigizik és egyébként ő is podcastol ilyen, ilyen gasztró, meg élet, meg anyám kínja témában a haverokkal. Úgyhogy vele beszéltem, lehet, hogy lesz egy ö, crossover adás, illetve az biztos, hogy crossover adásunk lesz azt még majd összehozzuk valamikor, hogy mikor, de, de mondta, hogy ő szívesen be is csatlakozna, tehát ö, én két tettem föl neki a kérdést, mert ez csak könnyebb úgy, hogy van egy olyan ember, aki már csinált ilyet, látott ilyet, beszélni tud, és tudna egy kis szint is hozni bele a mi beszürkült hétköznapjainkba egy új ö, szemlélet ö, behozásába, hajráf, az adásba. Úgy, hajráf, Hajrá, tehát ja, abszolút visszatérve arra, Abszolút. hogy ugye, ugye ezzel is megköszönve a Patreonjainknak. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És ha már a megköszönés megvolt, akkor akkor gondolkozzunk még, hogy gond, tudod, mint a Mackó, vagy gondolkodj! Gondolkodj, mi történt még ebben az évben? Uh, ebben az évben, hogy, hogy egy kicsit a, az eszközöknél maradjunk, szerintem ez az év két dologról szólt: pod és uh, nikotin só. Tehát uh, ugye mindenki beleállt most már az ezervadba, a színes kielzőbe, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akkumulátorban, és amit el lehet képzelni, tehát ott olyan, olyan óriási dolog nem történt, talán a, a mesh fűtés, mint a, az ilyen gőzbaszó drippereknek a, az egyik ilyen nem is tudom technológiája ütött szíven, de Egyébként azt láttam kiállításokon, ugye azért én voltam egy jó pár kiállításon, hogy bizony a pod és a nikotin só az, ami egy, számomra legalábbis egyértelműen ellopta ennek az évnek a, 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 technikai, vagy nem, nem tudom én, akármilyen, akárhogy nevezzük is, de ennek az évnek az újításainak a csúcsán ez áll, mint valamikor a vatta. Volt, ugye, egy pár éve. Igen, és. És ha belegondolunk, ugye már múltkor mondtam neked, hogy megint megtaláltam, és olyan jó, és. Te eső, hogy látod ezt, Charlie? Az a baj, hogy annyira lagolunk, hogy én már közben mondtam, hogy én hogy látom. Tehát, hogy, hogy, ugye, megtaláltam a kis minivoltomat, és utána kapcsoltam, hogy, de hát akkor ezek szerint mi már. Tavaly is toltuk a pod felé vezető utat, de ugye ez idén csúcsosodott ki, és és ne, nem, nem kullogunk a divatok után, hanem tapossuk azt, és és hála Istennek másnak is megtetszik a, a, a podozás, vagy, vagy maga a podnak a használata. Persze most erősen túloztam ezzel, hogy mi teremtjük itt a divatot, csak nekünk került úgy a látómezőnkbe, vagy mi, mi gondoljuk azt, hogy, hogy ebben van a, a jövő, de hála Isten máshol is. Így gondolják más gyártók, és így gondolják más nagy dohányipari szereplők is így gondolják, mert e felé mennek el, ahogy az utóbbi hónapokban lehet látni. És, és igen, meg, tehát látod az utcán is, hogy megmaradtak azok az emberkék, akik mintha éppen ütésre készülnének, és ökölbe lenne szorítva a kezük, tehát mondjuk én is egy két is ö, ilyen ö, elpusztíthatatlan moddal közlekedek az utcán, mert azt nem sajnálom, tehát ö, megvan ez a kaszt, és, és ö, ugye ott vannak ezek a kis zseh. Annyira jó egyébként, hogy a kollégáim közül is tudod, úgy, kaja közben, nem tudom miért, tehát az, az, a, az ebédlő egy olyan, nincsen 30 méter a, 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 az asztalomtól, de oda is tudod, egy kell menni, hogy utána tudjon menni az ember pöfékelni, és kirakom az asztalra a kis egy meg a podot, és jön a kollégám, hogy az mi? Mondom, egy tudod a szórindrop. Nem áll. Jaj, ja, ja, ja. Komolyan. Ekkor, te hülye. Hát de. Ez nagyon nagy. Hát ez. Ha már nem úgy nagy. De figyelj már. Hadd kóstoljam már. De mondom, nem is ezzel! Nem baj. Ez, ez annyira tetszik. Nekem úgy ezt megkóstolnám a Pont a te ö, ö, egyes számú versenyződ van benne. Bármá most. Az, az, a, az a rosszabbik. Szerintem a kettes az igazán. Hát, mindegyik ezt mondja, de nekem az. Azzán az... az... jó. Nekem azt tetszik, de most már fűtőszálat, illetve hát, ö, hogy mondják, ez kartridzsot kéne cserélnem, de beleszív, és ú, ez tényleg jó. Ú, ez nagyon tetszik. Ilyen pici be. És mi van, ha lemerül? Hát mondom, akkor pont még nem cigizek, földugom az asztalnál az USB töltőre, és 20 perc alatt föltölti. Hát ez nagyon nagy forma. És tényleg tetszik nekik. Úgyhogy Ja, hát szerintem szerintem az kéne, hogy, hogy ezeket kezdjék el a, a, a trafikokban tolni, és, és akkor lenne látszatja a dolognak, mert szerintem szerintünk ugye ebben van ráció, hogy nikotinsós levessel csapatni ezzel, mert ezt lehet érezni, hogy, hogy szívod. Olvastam egy komolyabb, egy komolyabb elemzést a, a JUL-ról, e, illetve annak a, a mérhetetlen sikeréről, és azért e, ott leírták a kulcsmondatot, hogy a, a júl nem a, az e-cigarettázókból e, teremtette meg a piacát, hanem a dohányosokból. Igen. És uh, szerintem az e-cigarettának az első rendű feladata az, hogy uh, a dohányosokat uh, próbálja meg átterelni egy alternatív uh, nagyságrendekkel uh, kevesebb kárt okozó módszer irányába, és erre a podok abszolút uh, jók. Ezt úgy képzeld el, hogy nálunk a, a fogadós uh, Uh, asszonyka, az uh, mondjad már, uh, mi ez, majd mindjárt eszembe jut. Valami hítert szívott, ami Romániában van, a uh, <laughs> és. Uh, Mintha nem lenne ICOST, de ezt <laughs> mit, mit is szívott? Valami, <laughs> valami héter, ó, nem jutott, uh, nem jutott eszembe csárlet, van ilyen, na, van ilyen. A blackout. A Ájko szívott, és, és, vittem neki egy olyan podot, ami, amit abszolút ilyen, ilyen jó szintű, tehát Tudod, van egy előre töltött cartridge, az cserélgeti, egy milli van benne, nem mellesleg az egy milli két napig elég volt neki, tehát azért ez így a, a liquid fogyasztásáról ezeknek az eszközöknek elárul valamit, <kül> és, és, olcsóbb, mintha az használná, és most már jobb is, jobban tetszik neki, szereti, állandóan használja, kapott egy picivel nagyobb után tölthető, mert ugye ez ilyen előre töltött volt, utána kapott egy ilyen után tölthető pici kis eszközt, és abszolút meg van vele elégedve. Nincs vele gond, tölti, szívja, kész, ez kell, Tehát nem kell gépészkedni, nem kell tekergetni, nem tudom én, bűvészkedni vele, működik, ha nem működik, eldobja, teszi a másikat viszontlátásra. Tehát ennyi. Ahogy megmondta a, a Gyula Firátó Tirém, tölt, szív, lentart, kipufog. Szív, tölt, lentart, kipufog. Ennyi. Az jó, jó, hogy nem azt mondtad neki, hogy szokjon le sétálva, mert ez a, ez a hazai dohányzás leszoktató kampányok Uh, egén az következő és újabb álló csillag, amitől majd uh, majdnem elment az agyvizem, hogy uh, szerveznek ilyen trippeket, mit tudom is én Budapesten, ő átadja, át, a, megcsípett az állvány, jaj, beszorítottam az ujjam. Na, szóval, átadja a tudását egy budapesti séta keretében, most mindössze csak 20 helyet, akármennyi ezer forintért, és valami gyógyszerész ráadásul. ilyenekkel találkozik a, az ember, hogyha éppen nem vigyáz és úgy sétál Budapesten. Hát ez van olyan, mint a, a mi volt az a sertésmájos dobozba elnyomott csikken miért ellenállás és a, az azzal járó kezelés. Tehát én nem tudom ezeket mi a picsájé nem tiltják be, de komolyan. Ez, ez tényleg az a kuruzslás kategória már. Ez az, ez az, ez az. Számomra ez pont olyan, mintha elmész Jósnőhöz, érted? Vagy, vagy nem tudom. Tehát Ez illegális tevékenység. Na ez illegális tevékenység, érted? Pont olyan gyorsan Ilyet. fognak föllépni ellenem, mint a mi ez a tudod a végtelen arányban higított szarság? Képzeld el, most, most láttam valamelyik héten egy cikket erről, hogy talán talán ki fogják a gyógyszertárakból tenni ezeket a készítményeket. Na, hát ennek igazán <coughs> Na, tehát készülék fronton én meg liquid fronton gyakorlatilag ezt, ezt, érzem. A szarirányokról meg tudod, ez a, ez a jót vagy semmit, tehát most itt a, a túlcukrozott levesekről ezek divatjáról és az ilyen marhaságokról nem, nem beszélgetnék. Én mondjuk így elterveztem magamba, hogy január 1-én meg fogom keverni a világ legsavanyúbb likvidjét, tehát hogy legyen valami, legyen valami kontraszt, érted? Mert, mert tényleg tele van a tököm ezzel a, a ragadós buzi, édes, borzasztó hányinger legalábbis számomra. Tehát aztán valaki lehet, hogy a, a nem szereti a mit tudom én, az alma szódával az, és tisztánissza, de nekem nem jön be. Lehet, hogy neked nem ezt kéne kifejlesztened, hanem egy olyan likvidet, ami nem magában jó, hanem legyen magában szar az is. De ha bármihez hozzáöntöd, abból jót csinál. Ezzel lehetnek a igazán. Hát az a bölcsek köve konkrétan. <gül> <gül> az a bölcsek köve, <laughs> hogy a, a, még ebbe az évbe belerakjuk, mert ez egy egészen friss ö, ö, olvasmány, amit én felfedeztem a világháló rejtett bugyraiban. Úgy néz ki, hogy a. a a Brexitnek van azért egy jótékony hozadéka nem nekünk, hanem azoknak, akik azon a, a idézőjelben mondom, nehogy valaki komolyan vegye, aki ott él, azon az elfajzott szigeten laknak, élnek. Mert, Felterjes. igen, mert hogy azt mondják, hogy Brexit esetén felülvizsgálják az elcigi szabályozást, és jó eséllyel a TPD-s normatívát is egy ilyen virtuális, hatalmas szemetes zsákba belehajítják jól. Mert hogy azt mondják, hogy és pont arra jutott eszembe egyébként, amit te mondtál, hogy hogy, 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 bocsánat, csak közben angolról, magyarra fejben fordítás zajlik éppen, hogy annak ellenére, hogy a Public Health England nyíltan támogatja az elektromos cigarettákat, mint a dohányzásról leszokást segítő eszközöket, azt mutatják az adatok, hogy az évi 800 ezerről 100 ezerre csökkent a dohányzásról ezzel a termékkel átszokók, leszokók száma. És szerintük ez azért van, illetve előjáróban még annyit mondtak, hogy véget ért az elektromos cigaretta gyors növekedése, viszont a dohányosnak több mint egy harmada még soha nem is próbálta meg az e-cigarettát, mondvá, hogy nem ismerik addiktív, meg a szokásos frázisokat, amiket hallanak a, a, mit tudom is én, az angol királyi tévéből, ahogy nálunk mondjuk megy mostanában a helyzet és az egyik legfontosabb, hogy rájöjjenek, hogy már hogy felvilágosító kampány keretében jöjjenek rá az emberek, hogy sokkal kevésbé káros, mint a dohányzás. Ezt egyébként az S nyilatkozta a sajtóközleményben a múlt nyáron. A másik pedig az, hogy ugye pont az elcseszett TPD rendelet miatt, ami szabályozza a nikotintartalmú folyadékok Nikotin szintjét ugye mennyiben maximálja, 20 mg per milliliterben? Jól emlékszem? Igen, igen. 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 És hogy ez Én pont rá. azoknak nem jó, akik, akik leszoknának a cigarettáról, mert azon a sziget országon, ami nekünk soknak tűnik, hogy egy 20-as leves, az náluk abszolút nem, nem kirívó eset, hogy jóval erősebbet szívnak, akár hagyományos nikotin, tehát nem nikotin sós levesből is és pont azért, mert 20 mg-ban van maximálva a milliliterenkénti nikotin mennyiség, ez nekik nem, nem felel meg, mikor abba hagyják a hagyományos kappadohány után elkezdik szívni, és ezért nem, ezért nem állnak le a dohányzással. Úgyhogy ők ezért gondolják azt, hogy ennek búcsút kell inteniük, és felül kell vizsgálniuk ezt az egészet úgy, ahogy van mert, mert ez lenne a, a, jövő szerintük, hogy, hogy a dohányosokat sikerüljön ezzel az eszközzel, ha mással nem, akkor ezzel az eszközzel átszoktatni, hiszen jóval kevésbé káros, mint a dohányzás, és hogyha a TPD nek nem kell megfelelniük, akkor csinálhatnak 36-os, csinálhatnak 50-est, ugyanúgy, mint a júlnál mondjuk. Uh. 59 a, a jó. Nem 50? A Na mindegy. Hát. Jó, okay. Nem. Csak mondom, hogy nem. most nem lehet. Tehát 59 Igen. mg per milliliter. Szóval azt mondja a, a, az Egyesült Királyság kormánya, hogy elkötelezett amellett, hogy felülvizsgálják az, az elektromos cigaretta szabályozásokat, céljuk a közegészségügy javítása. Csak ezért, semmi másért. Azt mondta az egészségügyi minisztérium, hogy ö, arra törekszenek majd, hogy ö, hogy a közegészséget javítsák, és ö, ha kell, akkor ilyen áron. Abszolút egyet értek velük. Úgyhogy megindul majd a TPD-ből kiugrott országok turizmus, tudod, hogy hova mész? Hú, megyek, egy, megyek egy, kicsit vépelni Angliába. Tudod, megyek leszokni a cigiről Angliába. Ja. Érdekes, és, és kíváncsian várom, hogy hát milyen emberek lehetnek hallott, hogy ezeket így kimondják te? Hát, én nem tudom. Én nem tudom. A Júl egyébként úgy számolt, ezzel az 59 mg hogy azt mondta, hogy ez 200 puff, az 10 Aha. doboz cigi, és 10 doboz cigarettának megfelelő nikotint számoltak ki gyakorlatilag az 59 mg per milliliterre. Úgyhogy, ja és ott azt hiszem százalékban van, tehát baromira érdekes, ugye meg kiírott, hogy 5 százalék, mindenki azt hogy ez egy 5 mg per milliliteres közben, nem. Az egy 50 mg per milliliter. Na úgyhogy, hát várjuk a fejleményeket, Főleg abban az összefüggésben, vagy kontextusban, hogy még mindig ott lebeg azért az a, a, az Egyesült Királyság feje fölött, hogy, hogy hát ha egyszer csinálnak egy vissza arcot, de most már azt hiszem egyre kisebb ennek az esélye. De még nem lehet semmit sem kizárni. Azért is lehet tehát ezt a részét is tovább kell gondolniuk, és a mostani dohányosoknak is jó, ha szem előtt tartják, épp, 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 épp igen, az adás napján, 19-én jelent meg a napi.hu egy cikk, ugye most mindenhol ez ilyen mainstream dolog, hogy, hogy a mikroműanyagokkal jövünk, meg a, az óceánokba jutó szívószállal, amit te jó eséllyel kidobsz a, a McDonald's-os kukába mondjuk, és... Igen, meg a palackba szorult delfinekkel, meg... Igen, igen, tanszor, igen. Azért ott vannak, vannak elég furcsa a sztorik. És ugye hmm. azt mondják, hogy megállapodtak a, a műanyag hulladékok mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról. EU-s szinten beszélünk most és azt mondják, hogy tervek szerint 2021-től, ami tudod, ez az első 5 éves tervben is már benne van most már akkor, betiltják azon egyszer használatos műanyag termékek árusítását, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők. És uh, érdekes adalék, mert senki nem gondol bele, de az egyszer használatos műanyag szemét között a második leggyakrabban eldobott a cigarettacsik. És ha belegondolsz, valóban tényleg. Egyébként az érdekes, hogy a, a dohányipar soha nem törekedett arra, hogy ezt leváltsa mondjuk ilyen tisztítható szipkákkal, vagy tehát érted egy, egy olyan tartós szűrőrendszerrel, amit nem dobsz el. Ugye az én gyerekkoromban volt az a Kálki szipka, vagy nem tudom, mi, mi volt az a. Vagy nem, valami Nikó, nem tudom. Nem, én. figyelj már, az még az én valami... gyerekkoromban is volt, amit ilyen blisterbe lehetett kapni, és akkor úgy volt, azt hiszem, hogy egy doboz cigihez egy ilyen szipka és egy ilyen kis műanyag szipka volt benne, egy ilyen piros membránnal, vagy mi a szent szarral. A, az már a. a V2.0. A, V2.0 volt, de volt egy ilyen fém megmunkált, ilyen ferde valami cucc, és én arra emlékszem, hogy apám azt ott állandóan takarítgatta, mert ilyen, ilyen borzasztó kátrány, csöpögő kátrány rakódott ki rá, és annak valami Nikko, valami Nikonix, vagy nem tudom, valami ilyen neve volt, Isten bizony, utána fogok nézni, de, de a lényegét tekintve, ugye, ez ez azt... De látod, bocsánat, hogy közben a szóltam, ipar. hogy megint azt mondtad, hogy mi volt a neve, Nikonix, vagy valami, vizé. És az ember mihez kötötte hozzá? Ú, oda néz, megfogta a nikotint, az a káros. Hát de nem, az a Nixnek kellett volna, hogy legyen, nem? vagy valami, valami, ilyesmi, de, de ne, tényleg agyam nincs hozzá, hogy, hogy mi volt ennek a, a, neve. Apró érdekesség, ha Valamikor régen beugrott, de most nem, egyszerűen nem. Nem, ne, öreg, de nem hogy vagy öreg, nem. Nem nézek ki 70-nél egy másodperc esetőbbnek. Az Azt mondod el nekem, ha nem olvastad a cikket, de akkor egy is. ilyen érdekes kis kvíz, hogy szerinted egyetlen darab cigaretta csik, ami ugye a második leggyakrabban eldobott egyszer használatos műanyag szemét, szóval egyetlen darab cigaretta csik mennyi vizet tud beszennyezni? Hát a... <kül> Ugye attól függ, hogy mit hívunk szennyezésnek. Merre, jó, jó, oké. Okay. De szerintem, jó, szerintem egy ilyen, ilyen liter másfél. Biztons. 500 és 1000 liter között van. Hát az bakker, azt már a, homeopaták gyógyszerként árul. Na de Gondoljunk bele, a belepöccintesz egy köbméteres nagy műanyagkádba egy cigaretta csikket, akkor beleinnál le vagy sem? Példának uh, hát én. Tehát konkrét, te mindent uh, további nélkül konkrét, konkrét, esetet tudok a közelmúltból főhozni. A kollégám autójával mentünk Bukarestbe, majd jöttünk vissza, és én ott hagytam egy montengyús üveget, a, így az oldal zsebbe és uh -huh. két nap múlva jön a kollégám, baromi hideg volt, meg minden, érted, így megrázom, álmondom, még jeges, elmentünk, lófrátunk egy órát, op, kiengedett, ó, mondom, nagyon jó lesz ez a montagyú, kinyitottam, így érted, a, a, a vizet, kortyogatom és csak érzem, hogy valami kemény, koppan az üveg száján. És így ránéz a kollégám, azt mondja, tedd le, vazd meg, tedd le. Mondom, mi van? És tudod így, mondom, jeges? Nem, 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 nem a a abban hozott az asszony. Ó, édes Istenem. Úgyhogy kitaláltuk, hogy gyártani fogunk a jövőben nikotinos ásványvizet, mert mert ez olyan mainstream. Ö, akkor te velem ne gyere soha Amerikába roadtrip-re, mert én a, a, a nagyszajú narancsleves vagy teás flakomba menet közben könnyítettem rendszeresen magamon, és az, azokat dobáltam ki a parkolóba, és mindig figyeltünk rá, hogy ne kerüljön bontatlan üveg mellé, még véletlen se. Mert egy ideig érzed, hogy ez meleg, a másik meg hideg, de egy idő után az is hideg lesz, úgyhogy ez kellemetlen lenne fölhajtani. Ja. Na, nem volt, nem, nem, nem volt. És nem ére tehát a montenegro nem lehetett érezni az ízén, érted, hogy abba belehamusztak. Úgyhogy, hát mindegy, mondom, üsse Kavics, most ettünk, nagy bajom nem lesz. <laughs> Ennyi kell, tudod, a gyereknek is kell a homok, hogy megegye. Igen, igen. Hogy, hogy mi történt velünk, és most elcigitől egy picit elkanyarodnék, az idei évben kettő darab, Um, instant get dolog uh, gal, találkoztam szembe. Ugye én néha egy unalomból átmegyek itt a két utcával arrébb a, a Ródnak a hazai disztribútorához, mert vagyunk olyan jóba, hogy szoktunk néha beszélgetni. Még azon is gondolkoztunk, hogy csinálnánk egy podcastot. És uh, az egyik, amit beraktam a csoportba, ugye ez a Rodecaster Pro volt, amit mondtam neked, hogy fifika, Muszáj egy ilyen nekünk, mert milyen jó lenne, hogyha azt mondanám, hogy már pedig gyere föl, és akkor négy csatorna, meg két telefont hozzá csatlakoztat. Effektpad, anyám, kínye, tökéletes. És akkor ezek a trógerek, ezek nem pihennek, fifika. Kihozták az új mikrofont. Jaj. De az enyémre emlékszel, mekkora az enyém, mert tudod, Igen. az enyém egy ilyen sok mountban van, és benne van egy ilyen 20-valahány cent, egy durván ilyen, mit tudom is, én két-két és fél kilós mikrofon a Procaster, és most kihozták ennek a, a podcastereknek szánt uh, ilyen, ilyen kompaktabb kis verzióját, ami a, a mikrofon feje, tehát ahova beszélsz a zajszűrőkkel, meg a hálóval, tehát a rácsa, mindennel ugyanaz, és a vége rövidebb, és ennek van egy fix uh, konzolja, amit föl tudsz csatlakoztatni mondjuk a, 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 a mi a faszom, ez armot akartam mondani. Erre a karra, vagy az asztali állványra. Ez a neve, jegyezzük meg, Podmik. Pici, kompakt. Podmik. Podmik. Igen. Hogyha tudod, esetleg még van idő karácsonyig, ak meg akarnál lepni, vagy valami, akkor ugye ezeket így jelzésértékűen elhintem neked, hogy podmik. Hát, ha majd elmúltam 70, akkor megleplek. A ficsám. <hül> Tehát jövőre. <hül> Hogy valami kis apróságot elhintsek még a, azoknak, akik hallgatják a podcastot. Régi restanciámnak teszek most eleget, nem kell nagy dologra gondolni, de egy ilyen kis karácsonyi, mikulásos, full HD felbontású számítógépre való háttérképet összedobtam gyorsan és azt majd elvileg az adásban ugye azt mind extra úgy tudom föltölteni, és az megjelenik ott, vagy a lipszínes oldalon, azon a narancssárga oldalon, vagy egy direkt letöltésben fog megjelenni, de mindenféleképpen ott láthatóvá válik majd mindenki számára, és akkor onnan le tudja tölteni az asztalra egy háttérképet, vagy neked esetleg a kompjúteredre érted? ha már Ó, oh, full, full HD? Igen, de megcsinálom neked 4K-ba is, ha szeretnéd. Nem, nem, nem kell, full HD-nál nagyobbat én nem használok. Mert az az igazság, hogy ez nem egy full HD kép volt, de most már a Photoshopnak is bétában benne vannak olyan mesterséges intelligencia algoritmusai, amivel upscalelni tudod ezt akár akármilyen felbontású képedet, és... És ez a mesterséges intelligencia baromi jól dolgozik, tehát nem elmos, nem blőröz, kitalálja, mi van ott, kitalálja, ha nagyobb lenne, és ott a, az éleknél pixeles lenne, hogy akkor ott, ott melyik a dominás. De nagyon jó ö, eredményeket lehet vele elérni, úgyhogy ezzel értem el, mert nem találtam olyan mikulást full HD-ban, amit szerettem volna, Uh, úgyhogy ennyi, ezt hozzá fogom csatolni még akkor a, a, az adáshoz majd, úgyhogy ha majd kimegy a podcast, akkor azt onnan mindenki jól le tudja tölteni. Mi volt még, ami, ami ebben az évben uh, uh, érdemleges volt, ugye. Voltunk a, a Varsói Nikotin konferencián. Azért Ó, az egy el, volt. Elég szép uh, trip volt a részünkről. Ugye oda te uh, készítettél egy uh, filmet, egy dokumentumfilmecskét, és, uh, és hát gyakorlatilag... Uh, ez volt a, a, az egyik ilyen legnagyobb túranás uh, a, a podcast csapatnak, mert ott még azért hároman voltunk Krisztiánnal együtt. Hát illetve, illetve annyi, néha hogy kiegészít, ki, Kiegészültünk vele, mert ugye ő egyéb uh, ilyen belterjes csapatokban <laughs> vett részt. Igen, 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 de, de az, az, egy jó tapasztalás volt, meg egy nagy élmény volt szerintem mindannyiunk számára, hogy kijutottunk egy ekkora konferenciára, tényleg hatalmas ártalomcsökkentéssel foglalkozó rockstárok közé, test közelből, és én nem ez a, nem ez a farszalinosszal fényképezgetős mókus vagyok, de, de azért mindenféleképpen fasza volt őket ilyen pár méterre látni a színpadon, vagy közösen flamózni az állófogadáson. Jókat sörözgetni Éronékkal, mm, meg Krisztiánnal. Ott nem azt mondom, hogy nagyon bekarmoltunk, de azért ennyi sört régittem meg egy helyenbe Lehet, hogy a sör számlája is írható, mert jó volt a sör. Mm, ja, hát az a... Ugye mi voltunk a férfiak, tehát mi oda-vissza ültünk kocsiban 9-10 órát, Krisztián meg mint a csajok repülőgéppel közlekedett, de szerintem pótolhatatlan élmény volt maga az út is már, úgyhogy ezúton is ajaj, összedem, ajaj, hogy... arra ne is, arról is beszéljünk. Szerintem az jó az volt. Útról. Nem, nem, jó volt, tehát... Tök jó illat nem. volt a kocsiban például nem, nem, mána. Tehát, uh, nem, nem, tudod, az a, az, a, az a illatosítód, amit mindig ja, elfelejtettünk A illatosító, igen. Igen, az így kivert a biztosítékot már fél úton nálam is. De, de na, szóval ér, érdekes volt. Néha ilyen lepukkat, parkolókat látogattunk meg, néha olyan sort ártunk, hogy már a szemem gúvat, és az autópályán zebra volt, meg lámpa, meg gyalogos átkelő, meg ó jaj, tehát volt, volt baj azért nem kevés, de az egy, egy élmény volt egyébként. Valóban, tehát így nem fog kitörlődni egy hamar az emlékeim közül. És mikor hazajöttem, akkor mentünkre az autó, tehát uh, az akkor jött elő ez a, hál' Istennek nem ott. A tehát, Azért az. A, a, nem, nem, az a, a személy. Az az SP, a, vagy a, mi az Isten a. Az, a a, a szűrő. Igen, igen, a szűrő. probléma. Na. DPM, mert azért, azért Varsóból hazajönni úgy, hogy nem megy a turbó a dízelbe. <laughs> azért az lássuk meg, igen, igen remek lett volna. Szerintem. Pedig szerintem egész jó kikormoltuk azért a pályán, tehát. kiké nem is volt az a baj. Csak egyszerűen addig nekem semmi bajom nem volt vele, aztán utána rákezdte. Hát van ilyen. Na, hát ilyen volt ez az évünk. Ilyen unalmas kazánokkal találkoztunk még, hogy Dvarv, amit szinte fölösleges is említeni, mert a kínai sokkal jobb. Például. Igen, igen. Épp azt akartam mondani, hogy uh, lehet ezeket szeretni, meg nem szeretni, meg, uh, meg uh, pocskondiázni, meg, uh, meg magasztalni, de... Azt azért nem lehet elvenni senkitől, hogy Magyarországon még, még van akkora szellemi és műszaki tartalék, hogy, hogy egy ilyen kazánt le tudjanak gyártani, illetve forgalomba tudjanak hozni. És ugye a, a legújabbat, ami még mindig nem érti ide hozzám, de már egyszer úton volt, azt azt meg olyan kurva gyorsan lemásolta a kínai, hogy mondom, tehát már állítólag van a, a kínai piacon, nálam meg még nincs itt a, a példány, amit rendeltem belőle. Nagyon pathetikus uh... MTL készülék, azért arra készülj föl, hogy nagyon jót fog tenni az ízlelő bimbócskáidnak. és hozni fogja a Tiny tankot. Egy az egybe. Egy az egybe. Hát a tiny van, tehát azt, azt ismerem, ha, ha attól egy picivel barátságosabban lehet működtetni, akkor az semmi bajom nem lesz vele. Azt gondolom. Nekem igazából egyikkel sincs semmi bajom, de hát ízlések és pofonok, meg nyuszi fültekerési szokások, az biztos, hogy jövőre is ugyanígy fogjuk tekerni a kazánjainkat, ha csak nem hoznak valami még, még hipsterebb cuccot, valami a helyettesítőt, vagy fűtőszálat, amit már nem kell cserégetni, csak izzét és működik, nem folyik meg. Igen, várjuk ezt, akkor ez legyen a karácsonyi jó mindenkinek, hogy megfolyásmentes, ízekben, gőzökben gazdag kazánokat kívánunk mindenkinek, mert az a tuti. Igen, igen, tehát erre külön fölhívna a figyelmet a, a gondozás mentességre. Tehát mi, mi még azért jártunk abban a cipőben, amikor Kínából rendeltél valamit, és konkrétan le kellett újra gyártani az egészet, csiszoló papírra, meg, meg új tömítéskészlettel, meg na itt még egy kicsit reszelek rajta, mert rajta maradt a sor, és nem egészen úgy áll. De hát, hál' Istennek, mi már ezen túl? vagyunk, illetve azt hiszem, hogy a kínai másoló esztergek is finomodtak annyit, hogy már azért ennyire durva problémák nincsenek vele. Finomodik, finomodik. Igen. E, e, és azt tegyük hozzá, mit, mit mondjad? E, mondjad, mert ez egy külön téma lesz, igen. Nem csak annyit akartam mondani, hogy ha még azt mondhatnánk évértékelünkben, hogy mi nem történt, nem történt meg a 200. podcastali, de megszültük helyette a, az új okosságot, ugye a Patreonok között a legmagasabb csomagot, akik most decembertől, most már májusig. Tehát ez a legvégső, aki most még beszáll. És ott támogat, az bizony jó esélye, jönni fog velünk jövő május környékén valamikor, tehát ezt még be kell rakni a naptárba, hogy Stuttgart, Románia, illetve hát Erdély, ugye, Csík, Igen. és akkor elmegyünk megnézni jövőre Csíkban az objektumodat, és körbe tudsz minket ott majd vezetni, megmutatod, hol készül a fantasztikus leves. És ennyi körülbelül. Tehát az, amit mondani akartam, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy mi nem volt. De helyjel közel azért pótolni igyekszünk a dolgokat, hiszen ugye azt is megállapíthattuk, vagy mondhattuk, hogy olyan már nem lehet, mint régen volt, hogy össze egy találkozót és egy helyen. Tehát az nekünk sem volt jó már az utolsó, a 150. Tali, emlékezzé vissza, pedig kultúrát volt a hely, hogy mindenki kiment, mert ott lehetett csak elcigit szívni, bent beszélgettünk, tehát ketté, osztott, ketté osztódott a brigád, nem lehetett igazából likvidet ajándékozni, nem lehetett készüléket ajándékozni, nem lehetett semmit csinálni, úgy meg, nem nem sok értelmét láttuk a dolognak, de hát ami késik nem múlik, lehet, hogy mi is minket is kidobnak az EU-ból, aztán majd nálunk is lehet itt lesz minden tejjel, mézzel folyókán. Folyó. hát a, én, én arra nem készülök még egyelőre. Bár jó lenne, nyilván, épp azt akartam, vagy arra akartam ráfűzni, hogy szabályozás ügyileg gyakorlatilag semmi nem változott az idén. Ugye. Uh, annyi, annyi a, a változás, hogy az, az idén most már azért mindenkinek világossá vált, hogy az a díj, amit ki kell fizetni, uh, az éves uh, díj, nem is tudom, hogy miért gondoltuk, hogy azt egyszer kell csak uh, betenni az állam kasszájába, tehát azt minden évben, március 31-ig meg kell fizetni a készülékek és a likvidek után a szolgáltatási igazgatási díjat, amiért egyébként a kutya nem áll szóba veled. Uh, tehát azt hiszem, most tartunk a hatodik e-mailnél, hogy a befizetett összeg után legyenek olyan kedvesek egy kibaszott számlát kiállítani. Tehát érted? Hát, Igen elküld, elküldenek egy proformát márciusban, uh, és azt még most sem kaptunk róla számlát. Tehát én nem tudom, az meg a közigazgatásban a könyvelés az hogy működik, hogy ott bemondásra mennek esetleg a dolgok, vagy, vagy uh, fogalmam sincs tényleg. És az illetékes elvtársnőnek, ha írsz egy levelet, akkor konkrétan nem válaszol hónapokig. Nem, hogy, és, és utána se. Tehát nem, nem veszi fel a telefont, nem válaszol, és ő nincs. Konkrétan azért a töménytelen pénzért, amit odafizetsz. Szóval ezt egy kicsit azért így fölháborítónak tartom. Ah, másrészt pedig ugye a fejünk fölött leveg ez a 2020-as az ízesítésekről szóló ö, sztori, amiben jövőre komolyan lépni kell, ugye most 2018 az 2019-ben nem látjuk ennek a végét, akkor gyakorlatilag a magyarországi likvidpiacnak piacnak lőttek. És, és ha még ehhez járulni fog egy piaci szigorság is, a, mondjuk a zúgkeverőkkel, feketén árulókkal szembe, akkor, akkor eléggé viharvert ejcigaretta ország leszünk itt a térképen. Ezt meg semmilyen uh, módon nem szeretnénk, úgyhogy uh, ebben igazán komoly háttérmunka folyik azon, hogy ez ne így legyen. És hát uh, szeretnénk, hogyha előbb-utóbb a, a TPD, azért most már eltelt... Uh, nem tudom én hány év. Én azt hiszem, hogy a TPD-ben is volt egyfajta határidő szabva annak, hogy ezeket a kereteket felülvizsgálják, és hogyha a kereteket lazítani fogják, akkor valószínű, hogy, hogy egy csomó ország ugyanúgy lazítani fog rajtát, kivéve ugye a Gyevi bírót, meg talán lehet, hogy minket, de azért reméljük, hogy az új ö, dohányzásért felelős államtitkárunknak előbb-utóbb lesz annyi rálátása erre a dologra, hogy, ö, hogy belátja ennek a, a jóságos mi voltát. És akkor most nagyon-nagyon visszafogva ö, fogalmaztam meg a, a mondandómat. Egyesületi szinten is ö, lesz változás. Ö, Valószínű, nem valószínű, hanem hogy nyertünk pályázaton, és van egy anyagunk, amit 2019 elején meg kell csinálnunk, mert ugye eltelik az egy év, amit ennek a, az anyagnak a létrehozására kaptunk, és hát borzasztóan meg van kötve a kezünk. Ezt azért, ugye Magyarországon az e-cigarettát sem reklámozni, sem népszerűsíteni nem lehet. Tehát olyan szakmai anyagot kell összeállítani, amelyik mindenféle hivatkozásokkal és kereszthivatkozásokkal szigorúan a tényekre hagyatkozik illetve ezt csak zárt körben lehet terjeszteni, a zárt kör az pedig azt jelenti, hogy csak a trafikokban. Tehát azt gondoltuk, hogy a trafikok személyzetét segítő szakmai anyagot fogunk ebből kreálni, és akkor nagy valószínűséggel nem érheti szó a ház elejét, illetve hát be fogják fogadni az anyagot úgy, ahogy van, és akkor így egyszerre két két legyet ütünk egy csapásra, mert hát ha a trafikok személyzete szakmailag elkezd fölzárkózni az e-cigarettából, és mondjuk nem mond hülyeségeket, amikor bemegy valaki valamit kérni, illetve hát egy fokkal szakmaibb lesz a kiszolgálás, mint ami egyébként most tapasztalható. Úgyhogy nagyjából ennyit akartam a törvényi szabályozások és, a, és az egyéb margójá megemlíteni. Nyilván Krisztiánnak még lett volna barom sok kiegészítése, mert ha kitekintünk a világra, akkor azt látjuk, hogy egyre inkább durvulnak a szemben álló feleknek a, az arzenája, és egy, egyre nagyobb baromságok hangoznak el, akár Amerikában, akár a távol keleten és hát kis hazánkban is bőven akad hülyeség, amit helyre kéne igazítani. De mi ezt már csak jövőre fogjuk megtenni, mert hogy most van 19 -e, amikor felveszük az adást, jövő hét elején van pont hétfőn szenteste, utána karácsony, dupla piros betű, aztán Szilveszter, úgyhogy most magunknak, meg nektek, kedves hallgatók, szerintem adunk egy hét kihagyást, tehát akkor egy két hét pihenő, és találkozunk ke már 2019-ben, és megpróbáljuk még egyszer mújót elkapni, elcsípni, hát ha hát ha be tud ugrani, vagy nem, de ez már nem rajtunk múlik. Mindenkinek ö, szeretném megköszönni az egész éves kitartó hallgatásunkat, bármilyen témáról is beszéltünk, legyen az akár ö, ecigis is, vagy nem ecigis is téma, mindenkinek ö, aztán te is elmondod a te észrevételeidet, de mindenkinek ö, jó magam és váltótársam nevében szeretnék meghitt kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni sok-sok e cigivel, likviddel meg mindenféle ilyen cumóval a karácsonyfa alatt és akkor találkozunk január elején Köszönjük szépen, hogy itt voltatok Sziasztok! Én a magam részéről, mert most milyen rövid búcsúszkodást csinálunk, én a magam részéről mindenkinek aki e-cigarettát használ, minőségi kazánt szeretnék a, a kezében látni, abban pedig minőségi likvideket boldogan töfékelni. Úgyhogy ezzel a jó kívánsággal szeretném zárni ezt az évet. Köszönöm az egész éves hallgatottságunkat és az egyre növekvő hallgatottsági adatainkat! és ennek baromira tudunk örülni, hogy nem hiába járatjuk a szánkat hétről hétre, úgyhogy éljenek a csiki medvék, boldog ünnepet, áldott ünnepet mindenkinek, sziasztok!